Klopcsik Tiborné Fejsz és Andrea irodalomkedvelő versekből és regényekből merít ihletet alkotásaihoz. Pasztelkrétával mindenképpen lapra, tehát vászonra még nem próbáltam. Meg hát a tempera az, ami még nagyon megtetszett, ott leginkább a színek miatt. Meg hát az emberábrázolás az, amivel leginkább foglalkozom. Természet iránti rajongása is megjelenik képein. A férjem horgászik, meg gyakran kijárok vele én is. Itt inkább a színek, meg a kontrasztok, hogy milyen színes a környezetünk, a világunk, az ragadott meg leginkább benne. Gimnazista kora óta rajzol, szerencsére édesapja kezdetektől fogva támogatta és ösztönözte őt. Kőszobrász, tehát ő az a szakmája, azzal foglalkozott régebben, és azokból merítettem ikletet, könyveket kaptam tőle, a pasztelkréta készletet, amire még mindig nagyon-nagyon vigyázok, hogy nehogy elfogjon. Fejlődése szempontjából fontos kritikákat is kapott tőle. Ő az, aki minden rajzomat megnézi, és nem azt mondja, hogy nagyon szép, hanem látja a hibákat, és meg is mondja azokat, hogy mi az, ami még kellene javítani, és hogyan. A kiállításon figyelemfelkeltő emberi alakokkal, színpompás természeti képekkel találkozhatunk, a művek kellemes légkört teremtenek a teremben a szemlélődőknek.